Topolyán verseny nem múlhat el Katona Ervin nélkül, akit ezúttal is szeretettel köszöntök. Szia Ervin! Úgy látom, hogy ismét sikerült egy kicsit megerősödni, mióta utoljára találkoztunk. Hát nem vannak benne biztos, hát edzünk, készülünk, most ugyan kezdődött az erős ember szezonom is. Hát a terv mindenféleképp úgy volt, hogy itt majd én is versenyzek ezen a powerlifting versenyen, a Mikivel együtt, de nekem nem tud összejönni, mert különböző sérülések voltak az utóbbi időben, ami az erős emberben annyira nem gátolnak, de muszáj volt korrigálnom az edzésprogramon, és praktikusan ezeket a gyakorlatokat ki is vettem, szóval nem nyomok fekve már egy hónapja. A könnyékfájdalmam miatt a guggolást is ezzel változtattam, a tértfájdalmam miatt, úgyhogy semmiféleképp nem tud ez az én részemről most összejönni, de hát itt Topolyán mindig van hagyománya, és hát mindig visszajárunk ide. Akkor most csak szurkolóként leszel jelen? Még bíróként, igen. Meg bíróként. Mi a jellegzetességük az ilyen versenyeknek? Hát ez a verseny, ez a sportág, ez valójában egy igazi erősportról szól, egy edzőtermi erősportról. Csak az erő fontos ebbe. Ez a verseny három gyakorlatból áll, guggolásból, fekvenyomásból és főhúzásból ebbe a sorrendbe. És hát a minden kategóriában a legjobb kiemelt súlyt nézik, és az összetett, aki a legtöbb súlyt nyerte, azt fog nyerni. Bizonyára, hogy érdekes lesz ez is, te akkor most mire készülsz a későbbiek folyamán? Hát nekem majd 2-3 hét múlva lesz versenyem, erős ember versenyem, és folyamatosan nekem folytatódnak az erős ember versenyem. Valójában van egy 13-4 verseny, amit novemberig be fogok fejezni. Be szeretnék. Világverseny? Igen, bajnokok ligája, még világbajnokságra beszél. Hol lesz a következő föllépés? Hát bulgároknál lesz most egy verseny, utána szlovénoknál. És változatlanul ebben vagy a legerősebb, ugye? Hát igen. Nos, kedves nézőink, akkor a legerősebb erős emberrel beszélgettünk itt az elmúlt percekben. Sok sikert kívánok!